Sziasztok! Egy kis sűgér imitáció, hallé megkötését szeretném bemutatni. A dolog, amit ehhez használok, az egy Daiichi D1710-es típusú, 6-os méretű streameres dolog. Ezt befogom a satúba. Légy megkötéséhez egy szürke színű, 8-as méretű kötöző cérnát használok, amit a holokfej után néhány tekeréssel rögzítek a holokszálon. Fölösleges cérna véget levágom. Ugyanitt rögzítem bordázatot, amihez egy Unifrench típusú, médium, vagyis közepes vastagságú, ezüst színű drótot használok. Ezt fej után néhány tekeréssel szintén rögzítjük, majd a holokszál teljes hosszán, annak egyik oldalán, egészen a végéig. Minden visszavisszük a kötöző cérnát a fejig. Itt rögzítjük az olmot, tehát súlyozzuk. Ehhez egy 2 mm széles lapított olomdarabot használok. Ezt fej után, holokszál tetején rögzítem holokszálon, majd ezután elkezdem feltekerni a holokszál körül, úgyhogy a feltekerendő rétegek szorosan egymás mellé kerüljenek. Holokszál végénél leszakítjuk, majd a kötöző cérnával néhány túlával rögzítjük. Miután megvagyunk, kialakítjuk az altestet, amihez Spectra dubbingot használok. 15-ös kódszámmal ellátott dubbingot használjuk, ez egy kissé kékes, lilás színű szintetikus dubbing. Ebből egy keveset. Egyenletesen lásodunk a kötöző cérnára. Majd ezt elkezdjük feltekerni. Holokszál körül, az olmozás tetején, még egy kevés kell. Ezt egészen a holokfej utánig alakítjuk ki, úgyhogy szabadon hagyjuk a szem méretének a szélességét, tehát ha én egy 4 mm-es szemet használok, itt egy 4-5 mm-es részt szabadon hagyok. Miután ezzel megvagyunk, elkezdjük
feltekerni test körül a bordázatot, szorosan egymás mellé egyenletesen kerüljenek a rétegek, majd a szabadon hagyott résznél, a test tövénél ezt rögzítjük néhány tekeréssel, majd rögzítés után fősleges sivárdalót leszakítjuk. Ezután tépőzás segítségével megfésüljük kicsi, így a hosszabb szálak kibújnak, bolyhosabb, élethűbb lesz a test majd. Következik a hátrész kialakítása, ami ez olívzöld színű, láma szőrt használok, ebből veszek egy kisebb csomót, megfelelő méretű leszakítjuk. Kihúzzuk a hosszú szálakat, letépjük, úgyhogy egy kissé kúpos rész maradjon mindkét felől. Ezután ráhelyezzük a test fej felőli tövéhez. Itt két-három tekeréssel rögzítjük, majd beállítjuk úgy, hogy mindkét oldalon egyenletesen oszoljanak el a szőrszálak. Akkor ezzel megvagyunk, rögzítéssel előre megyünk egészen a horog fej tövéig. Innen az előre néző részt visszahajtjuk. Majd egy néhány tekeréssel ezt is rögzítjük. Akkor ezzel meg vagyunk. Következik a hasi rész kialakítása, amire szintén lámaszőrt használok, fehéret. Ebből most egy kisebb mennyiséget leválasztunk. Kevesebb kell, mint a hátanyaghoz. Ebből is kitépjük a fölösleges szálakat. Fordítjuk a legyet, ráhelyezzük a horogszál aljára, a szabadon hagyott rész testfelői tövéhez, úgy, hogy ezek csak a horogöbölig érjenek, ezt így ráhelyezve, két-három tekeréssel rögzítjük, ezután a szálakat meggazítjuk, mindkét oldalon egyenlően elosszuk. Majd ezután fölösleges fejfelőli részen csomót levágjuk. Ezzel meg vagyunk, még néhány tekeréssel rögzítjük, így kialakítunk egy szilárd 4 mm-es részt, a fejet, úgymond a fejnek az alapját. Itt
elkötjük végkötő segítségével a cérnát. Ezzel kissé meghúzzuk, levágjuk a cérnát. Ezután tépőzállal még kissé megfésülöm az egész testet, így a szőrszálak egyenlően eloszlanak. Ezután veszek egy fekete színű markert, felső zöld részt összefogva csíkokat festek a fejtől egészen a zöld szőrszálak végéig. Utána ezzel meg vagyunk. Következik a szemek rögzítése, amihez ezüst színű 3D-s epoxi szemeket használok, amit egy Lone márkájú Knorr-Sense nevű UV fényre megkötő gyantával rögzítek, ebből egy keveset ravasztok, cseppentek, fej részen mindkét oldalra, majd ráhelyezem a és szemeket mindkét oldalára egyenlő távolságokra beállítjuk mindkét felől. Mikor ezzel meg vagyunk, UV lámpa segítségével megkötjük, így ezek a szemek rögzülnek. Utána rögzítettük a szemeket, hátra húzom a szőrdarabkát, majd egy kis hajcsattal összefogva, hátra simítva marad ettől. Ezután kitöltsük a szem közötti részt, tehát alul felül, így alakítjuk ki a légy fejét. Most az alsó részt. Ezután egy kis gyantát teszünk a szemekre. Úgyhogy kenés kerüljön az
előzőleg kialakított részekre is. Így miután gyantát megkötjük, lámpa segítségével teljesen rögzülnek a szemek, így használatkor se esnek le. Ezután UV lámpával megkötjük a gyantát. És kész is van a hal legyünk. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!